Élvezik a jó időt a kecskeméti vadaskert nagymacskái. Most még minden csendes, nincs gyerekzsivaj, sem pásztázó tekintetek. Hamarosan mindez megváltozik. A magyar lakosság átoltottsága napokon belül új szintre lép, ahogy a 4 millió modik regisztrált is megkapja a koronavírus elleni vakcináját. Ekkor újra megnyithatnak a tavaly novemberben bezárni kényszerült szabadidős létesítmények. Úgy gondolom, hogy nem csak a vendégek várták azt, hogy nyissunk, hanem mi is. Ehhez viszont meg kellett tenni az előkészületeket. Ez alatt a zárvatartási idő alatt nem tétlenkedtünk, hiszen az állatok mindennapjainak az irányítása, etetése, gondozása mellett azért próbáltunk újdonságokat is véghez vinni. Az első időszakban először a meglévő állatházakat kezdtük átfesteni, felújítani, utána pedig elkezdtünk új kifutókat is építeni, hogy mire megnyitunk, addigra legyen valami újdonság is. Úgy gondolom, hogy a felújítások mellett azért lesznek meglepetések, hiszen nem csak az új kifutók, hanem új állatok is megjelennek a nyitásra. Az óvintézkedések betartása továbbra is kötelező lesz. Az újranyitó szabadidős létesítményeket a kormány döntése értelmében azok látogathatják majd, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. Mi is várjuk a pontos törvényt, illetve a rendeletet, hogy milyen módon lehet bejönni a vadaskerteket. Előzetesen azt a tájékoztatást kaptuk, hogy természetesen védettségi igazolványa. Ezt úgy tudjuk ellenőrizni, hogy a pénztárnál, a jegyvásárlásnál a kollégáink fogják, kolléganőink ellenőrizni. Ezért meg is majd egy táblán kérjük majd előre a vendégeket, hogy készítsék elő, hogy ne akkor kelljen keresgélni, ne tartsák fel a sort, plusz pénztárat nyitunk, tehát az eddig egy pénztárablak mellett most már két a pénztárablaknál tudnak bejönni a vendégek. Segíti a munkánkat az is, hogy bekameráztuk az egész állatkertet, illetve hangszóron keresztül tudjuk tájékoztatni a vendégeket, tehát bármiféle gond van, bármiféle esemény van arról, hangszóron keresztül az épületből tudjuk tájékoztatni a vendégeket. Tehát az infrastruktúrát is fejlesztettük, a főépületünket, a pénztárakat is, és természetesen az utolsó lépéseknél tartunk most. A kertészeti munkák, úgyhogy a kertészeti rész is színes virágokkal már zöldelve várja a vendégeket. Már javában tart a tavaszi idényben szokásos baby boom az állatkertben. Ez az anyja hátán szorosan kapaszkodó kis gyűrűs farkú maki nemrég született, de a kecskékhez is érkeztek új jövevények. A legnagyobb szaporulat az természetesen a kameruni kecskéknél jelentkezett. Ott már megszületett 14 kisgida, de még mindig várható, hogy lesznek természetesen. A gyűrűs farkúknál az eddigi 1-2 szaporulattól eltérően most 5 új gyűrűs farkú kismaki született. Született 2 muflonbárányunk, a gólyák is fészket raktak, az eddigi 3 helyett 5 fészket raktak, és már ott kikeltek az első kis gólyák, tehát ott már lehet látni. Természetesen várunk még új szülötteket is, hiszen azért a madaraknál, az indiai antilopoknál is még várható kis kenguruk is már előjönnek az erszényből. Nem csak születés útján érkeztek új állatok. Nemrég egy fiatal kárpát-medencei hiúszpárral is bővült a vadaskert állatállománya. Tokovics Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy nem feltétlenül kell az újranyitás első napján megruhamozni az állatkertet. Egész évben bőven lesz lehetőség arra, hogy mindenki, aki szeretné, megnézhesse az új állatokat, kifutókat és a megújult állatkertet.